2016. június 4-én lépett életbe az az új szabályozás, amely az 1995-ös vízgazdálkodásról szóló törvényt módosító új jogszabály a jogellenesen létrehozott vízlétesítményeket, elsősorban a mezőgazdasági célú kutakat érinti. Eszerint 2018 végéig minden kutat, legyen az furt vagy ásott kut, regisztrálni kell. A 2016. június 4-e előtt illegálisan létrehozott kutak kapcsán ezt még bírságmentesen lehetett megtenni, azonban az azt követően létrehozott kutakkal kapcsolatban az illetékes hatóság már kevésbé elnéző, illetve a regisztrációnak is külön díja van, mondta kedden egy külön erről szóló sajtótájékoztatón Suhajda Krisztián, a Jobbik megyei elnöke, aki kiemelte, hogy a be nem jelentett kutak tulajdonosai 300 000-től 1 millió forintig terjedő bírságra számíthatnak. Nagyon nagy problémának látjuk azt, hogy a lakosság nem lett tájékoztatva megfelelően arról, hogy mik a fennmaradási eljárásnak a logisztikája, mit kell tenniük. Mi arra kérjük őket, hogy ne is kezdjék ezt meg, hiszen mi minden törvényes jogi eszközzel föl fogunk lépni az ellen, hogy ezeket a kutakat megadóztassák. Településenként nem egy olyan ingatlan van, ahol nincs más lehetősége a nyugdíjasoknak vagy a tanyán élőknek, hogy vezetékes vízhez jussanak, így az egyetlen vízforrásuk a fúrott kút, tette hozzá a Jobbik Magyarországért Mozgalom megyei elnöke. A minőségi ellenőrzés alá is, minőségi ellenőrzés is kitétele lesz annak, hogy a vizet ki tudják nyerni. Ha nem minőség nem megfelelő, akkor viszont a kutat saját költségükön be kell temetni. Itt olyan probléma van, hogy van olyan ingatlan, ahol csak fürdésre vagy tisztálkodásra, állatok itatására használják, saját fogyasztásra nem használják a vizet. Ha ezt a kutat be akarják temettetni, akkor gyakorlatilag víz nélkül marad az ingatlan. Suhajda Krisztián hangsúlyozta, hogy a Jobbik próbálja minden jogi eszközzel megakadályozni ezt, és bojkottot hirdetnek a vízkiviteli adó ellen. Ezt a témát a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elé szeretné vinni a Jobbik, hogy egyúttal képviseljék azon embereket, akik érintettek.